Egy tiszaburai lakos megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2023. január 4-e óta tiszaburai intézmények és magánszemélyek sérelmére követett el több társával együtt szándékegyességben vagyon elleni bűncselekményeket. Legutóbb 2023. március hónapban egy asztalos műhelyből tulajdonított el 27 darab akácrönköt. Nem pihent, 2023. március 18-án sem. Akkor az önkormányzati tulajdonban lévő épület ajtajait, ablakát, valamint 34 négyzetméternyi plafon kibontását követően a sárléceket és a gerendákat lopta el. 2023. februárjában egy mezőgazdasági terület magtárolója esett a gyanúsított cél keresztjébe. Onnan 5 mázsa kukoricát, 2 mázsa búzát és 60 kg napraforgót vitt el a bűntársával. 2023. januárjában a vízórák ellopását illesztette repertoárjába. 3 magánszemély bánta a középkorú gyanúsított által megvalósított bűncselekményt, sőt egyiküknél a vízcső eltörése miatt nagyságrendileg 40 köbméter víz is elfolyt. Megkárosított továbbá több tiszaburai sértettet is a főkolompos, hiszen magán lakásaikba bemenve több 100 000 forintnyi ingóságot vitt magával, amiket később pénzített. A nyomozók többszörösen egyesített büntetőeljárásban. Összesen 9 rendbeli vagyon elleni bűncselekményt róttak a 30 éves férfi terhére, de a bűntársai sem kerülik el a felelősségre vonást, hiszen gyanúsított kihallgatásuk megtörtént. A nyomozó hatóság a bűncselekmények értelmi szerzőjének őrizetbevétele mellett előterjesztést tett letartóztatása indítványozására, míg a többi terhelt szabadlábon védekezhet.